Köszöntöm a Köztér valamennyi nézőit. Mai műsorunkban a Kríziskezelő Központnak a működésével, tevékenységével fogunk foglalkozni, hiszen talán, hogyha fogalmazhatok így, akkor most kezdődik igazán a csúcsidőszak az intézmény életében. Vendégünk Zsapka Attila, a Kríziskezelő vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Hát azt hiszem, hogy a hideg beköszöntével, illetve a változékony időjárás beköszöntével talán mondhatjuk azt, hogy valóban elkezdődik egy fokozottabb működési időszak a kríziskezelőnél. Igen, de ugye nem várjuk meg a november 1-et, ugye nekünk ez a fő szezonunk valóban a november 1-től március 31-ig, illetve április 30-ig tartó időszak, de természetesen már a nyári pályázatokkal, amit a hajléktalanokért közalapítvány ír ki minden évben. Már ott is próbálunk ugye olyan pályázatokat megfogalmazni, gyógyszerekre, vitaminokra, kórházi csomagokra gondolok itt, vagy akár lakhatási pályázatra, vagy műbörös lemosható szivacsok vásárlásra nyújtunk be pályázatot. Ugye ezek már konkrétumok, mert is nyertük, ha nem is teljes összeggel a pályázatok nagy részét, de ugye ezekkel is már készülünk, illetve tervezzük a teajáratot, ha kell, akkor a megállókat, ugye a Fehérváron azt hiszem 12 vagy 13 megálló van, ami hétköznapokon, hétfőtől péntekig jár ki az utcai szolgálat szervezésében az utcai hajléktalanokhoz, tehát már fölkészülünk értelemszerűen előtte, hogy azok a jól működő, fontos, igényelt szolgáltatásokat biztosítani tudjuk már november 1-től is. Szerencsére egyrészt a költségvetésünk is ezt lehetővé teszi, tehát nincsenek ilyen problémáink, hogy ne tudnánk venni mondjuk szükséges mennyiségben több száz takarót, amit hát március 31-ig folyamatosan vásárolunk, mert az utcai embereknek, akik ott élnek, gyakorlatilag életvitelszerűen ez nagyon fontos, tehát amit folyamatosan cserélünk, biztosítunk számukra. Tehát próbálunk felkészülni, és ugye elindultak azok a szolgáltatások november elejétől, amiket az utcai emberek megszoktak, hiszen ugye a fő szezonban kifejezetten rájuk koncentrálunk. Mik ezek a szolgáltatások, amit ugye említettél, hogy megszoktak már, mik ezek a szolgáltatások, hogyha egy kicsit ezekről részletesebben tudnánk beszélgetni? Illetve a legfontosabb, ugye, amit említettem, azért az a teajárat, tehát amit nagyon-nagyon régóta működtetünk. Hétfőtől péntekig este 6-tól indul a Sörháztér 3 szám alól. Autóval mennek ki a kollégák azokra a helyekre, amelyeket az utcai hajléktalanok ismernek, tudnak. Gyakorlatilag évek óta csak akkor változtatunk a helyszíneken, hogyha az indokolt, és hogyha azt az utcai emberek kérik tőlünk. De ez az elmúlt években nagyon nem változott, hogy megfelelő időpontba érkezzünk, mert ugye most még hagyján, hogyha hideg van most is, de hogyha mínusz 10 fokba ki kell jönni a sátorból, vagy az adott helyről, ahol élnek, akkor nem fognak várni a teajáratra, hogyha az késít, vagy előbb megy el. Úgyhogy, de a teajárat a legfontosabb, hiszen teát viszünk ki, szendvicseket. Most annyi a kuriózum, vagy a plusz szolgáltatás, hogy hétfőn és szerdán meleg ételt is osztunk. Tehát vásárolunk egy tál ételt, és azt kivisszük ilyen eldobhatós műanyag dobozba. Nagyon nem tudunk figyelni a környezetvédelemre, de azért megkérjük az embereket is, hogy ne szemeteljenek, hogyha nem muszáj. De ez most tényleg ez egy ilyen helyzet. Tehát azt nagyon-nagyon értékelik a meleg ételt az emberek, amit hétfő-szerdánként kivisznek az utcai munkások. Viszünk ilyen fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót, ez csak ugye ami vén nélkül kapható, hogyha valakinek olyan jellegű problémája van, hogy hirtelen segíthetünk, akkor ugye azt biztosítjuk. Tartós élelmiszer, igazából ez konzervet jelent, tehát ott is időnként osztunk a szendvics mellett, vagy a meleg étel mellett, és ez általában este 8-ig tart, tehát akkor véget ér, és téli időszakban még este 10-ig dolgoznak a kollégák, tehát van egyfajta, én krízisjáratnak hívom, amikor főleg azokat az embereket látogatják meg az utcai szolgálatok, akik nem jöttek ki a teajáratra. Ki szoktak jönni, nem jöttek, meglátogatják. Tehát, hogyha érzékelnek valami problémát, vagy esetleg igen, ilyen vagy valaki jelzi pont, hogy a Józsi az nem jött ki, az, mert mit tudom én, már két napja betegeskedik, mondjuk mindenre van példa, vagy éppen semmi jelzés nem jön, nem találkoztak vele azzal az emberrel, akkor próbálják fölvenni a kapcsolatot. És hát legtöbb esetben szerencsére nincs nagy probléma, csak éppen nem volt kedve, vagy megoldotta az ételét aznapra könnyebben.
de valamikor be kell hozni a sörháztére, elfogadja, mert betegeskedik, vagy éppen mentőt kell hívni, vagy a kollégák szállítják be a kórházba. Ez nagyon változó, mindenre volt példa, de ez a krízisjárat, ez ezért értékes, mert a többi emberrel, legalábbis a nagy többséggel ilyenkor tudnak találkozni, vagy legalábbis megkérdezni, hogy lehet-e valamit segíteni. Úgyhogy a teajárat kb. 50-60 embert ér el, tehát annyian jönnek, amikor meleg étel van, akkor értelemszerűen persze többen jönnek ki, ezt jobban értékelik, úgyhogy a krízisjárattal pedig a maradék embert, idézőben maradék embert próbáljuk megszólítani, de hát napi szinten nem tudunk mindenkihez elérni, kb. 120-130 ember van kin az utcán, akik életvitelszerűen valamilyen formában berendezkedtek itt Fehérváron. Ugye nagyrészt zártkertekben, garázsban, romos épületekben, sátrakban, egyéb helyeken, a város ugye szélein, úgyhogy közülük körülbelül több mint a felét azért napi szinten ugye meg tudjuk szólítani a teajárattal. A teajárat egy fontos szolgáltatás, egy fontos elérhetőség, de miben tudják még segíteni az utcán élőket, a hajléktalanokat? Ugye a különleges szolgáltatásaink nincsenek az utcai hajléktalanok részére, az biztos, hogy és ez nem csak télhez kötődik, hogy hétfőn, szerdán és péntekenként reggel 8-tól 12 óráig a Sörháztér 7 szám alatt ott van az utcai szolgálatok irodája, ügyfélfogadási időt, irodát is tudunk biztosítani, ahova be tudnak jönni a hajléktalanok az utcáról, ahol okmánybeszerzést tudunk elindítani, beszélgetnek, kulturált, ugye meleg helyen már értelemszerűen, illetve van zuhanyzási lehetőség külön az utcás irodában. Most éppen egy Fehérvár Traveles pályázaton nyertünk több mint 1,5 millió forintot, és még egy szinte, hát gyakorlatilag akadálymentesített zuhanyzót pluszba fogunk kialakítani ott a ügyféltérben, hogy még többen tudjanak, akik nehezebben tudnak közlekedni, mozgásukban valamennyire korlátozottak, akkor ezt még igénybe tudják venni, és tisztálkodni tudnak. De ez ugye, az, amit mondtam, ez a hétfőszerda péntekenkénti ügyfél találkozási lehetőség, ez nem télhez kötött, ezt egész évben biztosítjuk, tehát ez így működünk. Természetesen így karácsony az ünnepekhez közeledvén több adományt is kap az intézmény szervezettebben, meghirdetve, és ez általában, ha megkérdezi tőlünk, akkor mindig az utcai hajléktalanokra próbálunk gondolni. Tehát tartós élelmiszert, konzerveket, vagy éppen plédeket gyűjtünk, vagy kapunk, és ennek a döntő többségét szintén a teajárat alkalmával, vagy éppen napközben viszik és adják oda folyamatosan az embereknek. Most éppen a Szent Imre Általános Iskolai Soboda, illetve a Tóvárosi Általános Iskola gyűjtött nekünk, és adták át az adományokat, igen nagy, szép mennyiségben, és nagy részét, ahogy hangsúlyoztam, az utcai hajléktalanoknak biztosítjuk. Úgyhogy körülbelül ezek a szolgáltatások vannak. Az állandóság az, hogy az utcai szolgálat tagjai, 4 főből áll, 2 szolgálatot működtetünk, napi szinten, a heti 40 órájukban folyamatosan járják az utcát, ha kell szállítanak, behozzák az embereket. Ugye van egy, talán még ezt nem említettem, hogy van egy mobil szám, ami évek óta, hosszú évek óta nem változott, és ezt az utcai szolgálat tagjai veszik föl, nem csak munkaidőben természetesen, hanem november 1-től március 31-ig folyamatosan ügyeletben van valaki éppen, és a bejelentéseket fogadjuk ezen a 0620 957 94 10-es telefonszámon, és mindig meg szoktuk említeni riportok, interjúk alkalmával, hogy ez a szám arra való, hogyha olyan emberre találkoznak, vagy látnak a lakótelepen, bárhol a városban, ami nem volt megszokott, vagy új embernek vélik, és úgy gondolják, hogy az intézmény szolgáltatásait lehet, hogy elfogadná, vagy segítséget nyújtana annak az embernek, vélhetően ugye hajléktalan emberről beszélünk, akkor ezen a számon bejelenthetik, és az utcai szolgálat megpróbál minél hamarabb kimenni. De életet, tehát hogy ez nem egy mentő, tehát nem egy mentőszolgáltatást biztosítunk. Hogyha látok egy fekvő embert, padon fekvő, vagy hiányos öltözettel, mindegy, hogy hajléktalanról beszélünk, vagy nem természetesen, akkor mindig jelezzük, hogy mentőt hívjanak természetesen, mi nem tudunk olyan gyorsan reagálni, és nincsenek is olyan eszközeink az utcai szolgálatoknál, mert ezzel életet menthetnek, hogy nem ránk gondolnak, hanem egy mentőt hívnak.
és ezt nem győzünk hangsúlyozni, mert mínusz 10 fokban, vagy ki lehet ülni, 0 fokban is, úgyhogy attól függ, mióta van ott az az ember, úgyhogy ezt kifejezetten szoktuk hangsúlyozni minden körülmények között. Ugye említette az adományokat, hogy ebben az időszakban, de úgy általában gondolom én, hogy évközben is mindig jól jön, de talán fontos az, hogy megkérdezzék azt is, hogy mire van szüksége az intézménynek, a kríziskezelő milyen adományokat fogad mondjuk ebben az időszakban kifejezetten szívesen. Igen, az emberek nagy része megkérdezi, vagy e-mailen, vagy telefonon. Általában a rohanemük, tehát amiket szinte folyamatos, tehát látom az ablakomból a Sörház térét, szám alatt, hogy az adomány raktár, ami egy kis helyiség, nem olyan nagy, ott tudjuk fogadni, és hozzák az emberek gyalog, kocsival, és ezek nagy értékek, tehát főleg téli időszakban a meleg rohanemük, azok a bakancs, vagy a kabát, kesztyű, sapka, ezek mindig aranyat érnek, mert nagy részét ugye szintén az utcai embereknek osztjuk ki. A benti emberek azért nagyrészt el vannak látva, ugye, akik a szálláson, a különböző szállásainkon élnek, vagy jövedelmük is van, amiből esetleg ezt tudják finanszírozni. Úgyhogy most kifejezetten például a pléd akciót hirdettünk, Facebookon is, ahol tudjuk, hirdetjük, hogy a plédeket, takarókat most ugye folyamatosan fogadunk, és az szintén nagy érték. Mert azért az utcai életmódhoz hozzá tartozik, hogy koszos lesz, elszakad, bepiszkolódik, és akkor azért azt érdemes, meg vizes lesz, ugye azzal már nem lehet takarózni. Úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan osztunk egy embernek, nem mérlegeljük, hogy most hányat kapott éppen az elmúlt egy-két hét alatt, vagy egy hónap alatt, hanem már indokolt, ha kéri, akkor biztosítjuk. Ezért vásárolunk pályázatból is, költségvetésből, illetve hát adományokból is folyamatosan jönnek szerencsére. Úgyhogy főleg a pléd az, ami most nagyon sláger, és amire oda kell figyelnünk, de mondom, folyamatosan vannak tartalékaink. Mi történik akkor, amikor mondjuk olyan hideg van, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy most mégiscsak bejönnének a szállóra? Erre van-e kapacitás, vannak-e helyek, van-e erre is mondjuk akár pályázat, amiből plusz matracot tudtok finanszírozni? Ez fontos kérdés. Ugye működnek azok a szálláshelyeink, amelyek amúgy minden évben, az év minden napján biztosítjuk. Ez az utcai hajléktalanjaink szempontjából, ez az éjjeli menedéke érdekes, hiszen itt gyakorlatilag csak a házirend betartását várjuk el, illetve egy minimális ittas állapot az, amit ugye tolerálni tud a házirend, illetve a közösségbe való bekerülés miatt is, ugye ezt elvárjuk, hogy az emberek azért tudjanak viselkedni, együtt élni egymás mellett. Ez este 6-tól a Sörháztér 3 szám alatt, este 6-tól reggel 8-ig tart nyitva. Ez azt jelenti, hogy ilyen lemosható műbörös szivacsokon, emeletes ágyakon helyezzük el az embereket, érkezési sorrendben. Mondanám azt, hogy ez kevés férőhelyen működik, ez az éjjeli menedékhely, ezért télen, szintén ugye ez november 1-től április 30-ig tart ebből a szempontból, időszakos férőhelyet működtetünk. Ez azt jelenti, hogy a nappali melegedőt nem zárjuk be éjszakára, az is ott van a Sörháztér 3 szám alatt, hanem ilyen lemosható műbörös szivacsokat lefektetünk a közösségi térben, és a plusz bejövő embereket ott tudjuk elhelyezni. Itt még most például bőven van férőhely, tehát alig jönnek be néhányan a menhelyen kívül erre az időszakos férőhelyre, de van olyan időszak, december-január környékén mindenképpen, amikor bejönnek a nagy hidegek várhatóan, és akkor majdnem telt ház van, de ezt ezért működtetjük, hogy itt nem számít, hogy most hárman vannak, ha lesznek 20, akkor ugye be tudjuk fogadni őket, itt a lehetőséget biztosítjuk. És amit például most egy közalapítványi pályázatból nyertünk, nem csak most már több éve, hogy van egy lakókonténer az éjjeli menedékhely területén, ugye külön a telephelyen már nagyon régóta, és azt berendeztük emeletes ágyakkal, 8 ember tudunk fogadni ott, egy utcás kolléga felügyeli, kontrollálja, hogy kifejezetten és kizárólag utcai emberek jöhetnek oda be. Ugye van az éjjeli menedékhely, az időszakos férőhely, de vannak olyan emberek, akik mondjuk nehezebben jönnek ki a tömegszálláson másokkal, vagy éppen olyan problémáik vannak, vagy betegségük, ami ugyan be tudnak még jönni, de jobb, hogyha egy kisebb közösségbe tudnának bekerülni, és ő kifejezetten mondjuk még kérik is, hogy ő bejönne, ha lakókonténerbe tud bekerülni. És akkor ezeket az embereket helyezzük el célzottan, személy szerint ebbe a 8 fős konténerbe, és ez működik.
Tehát, hogy ilyen kisebb szállásokat, kisebb létszámú lakó helyeket próbáljunk biztosítani, ezt szintén április 30-ig tudjuk biztosítani pályázati pénzből, de természetesen például júniusig működtetjük mindenképpen, mert sokan annyira megszokták, hogy nem akarnak onnan kiköltözni. Hát úgy gondoljuk, hogy ennek igazából nagy problémája nincsen. Örülünk, hogyha több utcás ember bejön, és akár az élni menedékhelyre át tud kerülni majd a konténerből, vagy esetleg vállalja a szálló feltételeit, mert ott már ugye egy 4 ágyas szobákba tud bekerülni. Tehát vannak télen, akik bejönnek, de ez a lakókonténer például azokat tudja csak kizárólag megcélozni, akik amúgy együttműködőek, tehát elfogadják, de a nagy többség az kimarad a téli időszakban is. Tehát nekünk is be kellett arra rendezkedni, hogy amilyen szolgáltatások szakmailag beleférnek, most ugye sokat vitatkozunk azért a kollégákkal, hogy mi az, amit kivigyünk. Hogy most például kályhát, ha tudunk vásárolni, vagy adományba szerezni, akkor kivigyük-e, nem okozunk-e azzal például veszélyt, hogy ott a parázs, vagy bármi ott pont egy sátornak a meggyulladását eredményezheti. Tehát vannak azért határaink, hogy mi az, amiben próbálunk, tudunk, vagy akarunk-e segíteni, de mondom, a túlélésben, tehát itt a téli időszakban a túlélésben kell elsősorban segíteni, hogy átvészeljék a téli időszakot az utcai emberek. Ugye évközben is, meg hát nyilván télen is működnek a szálló egyéb szolgáltatásai. Ezekről mit érdemes tudni? Ugye említettem a férfi átmeneti szállót, ami a Sörház tér 3 szám alatt van. Ez egy 41 férőhelyes szálló, 4 ágyas szobákba helyezzük el az embereket. Azért említettem, mert ugye az utcai emberek is be tudnak ide kerülni, tehát próbálunk egy fokozatosságot bevezetni, hogyha valaki jövedelemre tesz szert, vagy éppen van valamilyen transfer jövedelme, munkanélküli segély, vagy akár valami nyugdíjszerű ellátás, akkor ha ő látjuk az együttműködési szándékát, a törekvését, a motivációját, hogy ő szeretne állandóan egy biztos szállásra bekerülni, akkor ez az átmeneti szálló erre ideális, ott van a Sörház tér 3 szám alatt, tehát az utcai emberek is látják, azért érzékelik, hogy milyen szolgáltatást nyújt. Mondanám azt, hogy azért ez népszerű, hiszen alig van üres férőhely, tehát ide be tudnak kerülni. De itt van a Sörház tér 3 szám alatt egy 50 férőhelyes nappali melegedő, ami hát ugye a nevében benne van, nappali ellátás biztosít. Ez reggel 8-tól este 6-ig tart nyitva. Tehát van egyfajta körforgás ugye ezekben az ellátásokban, hogyha valakinek ki kell menni a menhelyről reggel 8-kor, akkor kimegy az udvarra, és ahogy nyílik, szinte majdnem percre pontosan 8 órakor a nappali melegedő, akkor be tud oda jönni, le tud ülni az asztalhoz, pihenni tud nappal, rejtvényt fejteni, tévézni, ott is tud mosni, ételt melegíteni, tisztálkodni, tehát ugye azokat is. Ott is biztosítjuk nem csak a menhelyen az alapszolgáltatásokat, és déli időben pedig ugye egy tál meleg ételt osztunk, ami szintén a nappali melegedő közösségi terében az emberek el tudják fogyasztani, megkapják ott a konyha, ugye egy térben van leválasztva a nappali melegedőből. Úgyhogy van egyfajta körforgás, hogy olyan nagyon sok időt, szinte semmit, néha a takarításra nagyon kell figyelni, hogy tudjuk ezt jól ütemezetten rugalmasan megoldani, hogy tiszta, feltötlenített helyre tudjanak menni az emberek, ahogy bezár a menhely és nyílik a nappali. De van egy ilyen teljes 0-24-es körforgás gyakorlatilag azoknak az embereknek, akik nem tudnak hova menni. A szállásaink, a Sörháztér, nem csak a Sörháztér 3 szám alatt lévő, az ugye nem zár be, tehát 0-24-ben működik. De van még egy női átmeneti szállásunk, az a Széchenyi 60-ban működik. Nőket tudunk fölvenni oda természetesen, az is, tehát hogy folyamatosan működik, nem zár be. Tehát hasonló, mint itt a férfiaknak. Igen, akkor. Igen. Ezt azért mondom ezeket, hogy nem zár be, mert ugye a törvény nem kötelez, tehát minimum 16 órát kötelez minket, hogy tartsuk nyitva. Tehát a fenntartó ezt már kezdetektől fogva, ugye 24 órás nyitvatartást fogadott el és biztosított, és ez nagyon fontos, hogy akkor nem kell kimenni valamerre lézengeni, hanem ott a kollégák tudnak éjjel-nappal beszélgetni, már amikor fönn vannak az emberek, és nem alszanak, és ügyeiket intézhetik, a szociális munka akkor egy kicsit így kiegyensúlyozottabb, normálisabb, jobb minőségben tud zajlani. Itt annyi az érdekesség a női szállónkon, hogy egy korábbi években egy megvalósított Európai Uniós pályázat segítségével
ilyen páros szobákat is kialakítottunk. Itt az azt jelenti, hogy párokat is tudtunk fogadni, voltak is az elmúlt években párok, hogy a férfiak egy külön vizes blokkot tudtak igénybe venni, és akkor természetesen nem keveredtek, nem koedukált zuhanyzó tisztálkodási lehetőség volt. Most például nincsenek, csak nőket helyezünk el, nincs ilyen igény, ha van, akkor ugye erre próbálunk rugalmasan felkészülni. Van a családok átmeneti otthona, a Palotai úton, itt 6 család, 6 édesanya és gyermekei részére tudjuk biztosítani az átmeneti gondozást. Ez nagyon fontos. Itt maximum 1 évig, illetve fél évig hosszabbíthatjuk meg a jogviszonyt, a megalapodást, de utána egy nappal sem tudnak maradni. Tehát itt a gyermekvédelmi törvény, a végrehajtási rendeletek itt nagyon szigorúak a gyermek elhelyezése kapcsán, úgyhogy itt már az első naptól is próbáljuk a családgondozott segítségével azt súlykolni az édesanyáknak, hogy már az első naptól tervezzék, hogy hova tudnak kérni segítséget természetesen tőlünk, illetve egyéb ugye önkormányzattól, ha valaki jogosult mondjuk szociális bérlakásra. Ez hála Isten több család esetében ez sikeres, hogy oda tud kilépni. Úgyhogy ez egy mondanám a gyermekek szempontjából nagyon jó lehetőség, akik vagy kórházban nem tudnak hova menni, ha születik egy gyermek, vagy éppen hajléktalanként nem tudnak hova menni, és nem akarják ugye a gyermeküket így elveszíteni, hogy az állam gondoskodjon rajtam, vagy velük, ugye a gyermeket ne ő gondozza. És van még a kikindul, hogy 8 szám alatt egy átmeneti szállásunk, itt volt állami gondozott fiatalokat tudunk elhelyezni. Itt már szigorúbbak a szabályok, tehát itt már az a cél, hogy olyan fiatal tudjon bekerülni, vannak fiúk, lányos szobák, tehát itt nem csak fiút vagy lányt tudunk fogadni, hogy munkaszerződéssel rendelkezzen, vagy már folyamatban legyen. Kötelező a takarékosság is, ezt ugye bizonyítani kell, jelezni kell. Hát itt nincs is tele az intézmény, 16 férőhelyes, itt is folyamatosan működik. Itt, ha jól tudom, 10 vannak jelenleg, és reméljük, hogy folyamatosan be tudnak költözni, vagy lesznek jelentkezők. De hát ez egy nagy kapaszkodó. Hogy nem? Hát azoknak, ugye, akik ezt vállalják, ezeket a feltételeket. Ugye, hát főleg a fiatalabb osztálya dolgozik, illetve lakik itt az intézményben. Úgyhogy nagyon jó ellátást biztosítunk. Tehát, hogyha valaki oda be tud menni, hát ugye meg lehet nézni azért, vannak azért néha nyitott napjaink is, hogy azért ez egy ilyen motel szintű ellátás, egy átmeneti szálláson. De pont azért, mert egyrészt ugye itt többet is kell fizetni szállódíjat, térítési díjat, de közben ugye az elvárásaink is ebből a szempontból magasabbak, minőségibbek. Szerencsére működnek, mert ugye azért is vannak kevesebben, mert folyamatosan költöznek ki az intézményből, és ugye így nehezebb a pótlás, akik ugye vállalják ezt a feltételt. Amit még nem említettem, az a 10 férőhelyes nappali szolgáltatott centrum, ahol a földszinten, ez ilyen emeletes intézmény, a földszinten tudjuk biztosítani a különböző szolgáltatásokat nappal, tehát reggel 8-tól este 6-ig a hajléktalan embereknek. Itt van számítógépes terem, vannak e-pontok, tehát le tudnak ülni, gépezni tudnak, netezni tudnak, nyomtatni tudnak szükség szerint, telefonálni, ügyet intézni itt is természetesen, és hát a zuhanyzási, a mosási lehetőségeket ugyanúgy biztosítjuk ebben az intézményben. Könyvtár szolgáltatást biztosítunk, illetve egyéb ilyen foglalkoztató termeink vannak, ahol képzések valósulnak meg, vagy éppen egyéni szakemberrel történő beszélgetésért tudunk megvalósítani ebben az intézményben. Igen, hiszen ez mind-mind fontos része a gondozásnak és annak a fajta szociális munkának, amit a Kríziskezelő Központ szakemberei elvégeznek, hogyha én ezt jól tudom. Igen, hogy hát az a nappali centrum, erre azért mindenképpen azért vagyunk büszkék, mert ezt egy EU-s pályázatot tudtuk megvalósítani 2007-től. Ezen a telephelyen ugye nem csak ez a centrum épülete működik, hanem itt ugye több épület is van az utca fronton, például itt van az adományraktárunk, vagy a csomagmegőrző, ami egy ilyen biztonságos, zárt csomagmegőrzőt jelent. Mindig szenvedtünk nagyon régen a 2007 előtt a csomagmegőrzési problémáktól.
Itt vas szekrényeket biztosítunk az embereknek, igaz, hogy nyitva tartás időben, de ott van a biztonságos helyen a kulcsa, ki tudja nyitni, el tudja zárni az értékeit, a ruházatát, ami az ő életéhez hozzátartozik, és mondjuk nem tudja bevinni a menhelyre, vagy a szállóra, vagy nem annyit tud bevinni, illetve sok utcás emberünk is itt tárolja azért a dolgait, és azért ez egy jól megoldott. Persze, hogy a legfontosabb az lenne az emberek visszajelzéseiből, hogy 0-24-ben legyen nyitva a csomag megőrző, de ezt jelenleg nem tudjuk biztosítani. Úgyhogy van egy mosodánk is, amit egy közfoglalkoztatási pályázatból tudtunk megvalósítani. Ipari mosógép, ipari szállítógép, toronynak hívjuk, ebből van 3 is. Ahol ágyneműket mosatunk, nem, ezzel ugye sporolunk az intézmény költségvetésében, az intézmény szállóinak az ágyneműjét mosatjuk, illetve a klienseknek a ruházatát, ha éppen egy fertőzés is elindul, sajnos mindenre van példa, vagy egyszerűen csak kimossuk, mert azért ez egy jól működő szolgáltatás. És ezen a telephelyen működik, ahogy mondtam korábban, az utcai szolgálatoknak az irodái is, ahol tudnak az emberek ugye az ügyféltérben zuhanyozni és az ügyeiket elintézni, de elsősorban, illetve kizárólag az utcai hajléktalanok használják ezt. Korábbi időszakban, ugye több alkalommal beszélgettünk már itt az elmúlt években is arról, hogy ugye van egyfajta olyan feladat is, hogy az embereknek valahogy a munkavilágában, meg úgy egyáltalában visszavezetni őket, és ehhez kötődik többféle szolgáltatás, valamint volt egy ilyen albérlet pályázatos program is. Ezek most is zajlanak, Attila? Hát van több is, vannak kisebb, nagyobb programok, amiket ugye nem említettem még, például a közalapítványi pályázaton, ez a kisebb, nevezük kisebbnek, de egy embernek azért ez a nagy lehetőség, hogy lakhatási pályázatnak hívjuk, egy kolléga, mint szocmunkás van benne, és kontrollálja, irányítja, segíti a 4 fő, tehát elsősorban utcán élő embereket segítjük, hogy hát ilyen munkásszálló jellegű lakhatást tudunk biztosítani 10 hónapra, tehát kifizetjük a munkásszálló díját, aki nem tudott mondjuk más egyéb programba bekerülni, és biztosítjuk mellé a tisztítószert, hogyha szükséges mondjuk az adott szobát tisztítani, illetve a szociális munkát, hogy rendszeres kapcsolatot tart az a kolléga, aki ezt irányítja, ezt a programot. Tehát ez egy kisebb program, de 4 főnek a 10 hónapos lakhatását tudjuk finanszírozni és megoldani. Azért ez nagy dolognak tartjuk mindenképpen. Ez kb. Ilyen havi 50 000 forintos bérleti díj biztosítását jelenti a pályázaton belül. De van egy komolyabb, összetettebb, komplexebb programunk, ez az EFOP 114, ez ilyen elsőként lakhatás új esély programunk, ami már tavaly májustól indult. Állapotfelmérésekkel, és hogy röviden összefoglalja, mert nagyon sok rétű, rengeteg szolgáltatást terveztünk be, több mint 200-205 millió forintot nyertünk el az EU-tól erre, 30 embernek a lakhatását, ez az elsődleges cél, ugye ebben benne van a nevében, hogy elsőként lakhatás, 30 utcán élő, pontosabban 27 utcán élő is, 3 éjjeli menedékhely szolgáltatást igénybe vevő hajléktalanok a lakhatását tudjuk finanszírozni, és el is indult ez már tavaly július 1-től, és jövő év, tehát 31 hónapos az egész program, jövő év november 30-áig tart. És ebben rengeteg képzést terveztünk, tavaly már elindultak a képzéseink, alapkompetencia készségfejlesztés, életvezetési tanácsadás, és különböző takarító tanfolyam, parkgondozó, festőmázoló, járdakövező pályázatokat, illetve képzéseket valósítottunk meg, finanszíroztuk a pályázaton belül, de a fő része ugye a lakhatás, több embernek az önkormányzat segítségével tudtunk ilyen szociális vagy éppen költségelvű bérlakást biztosítani, igényelni, egyfajta bérlőkijelölési jog alapján, és többen laknak itt párok, illetve egyedülálló személyek egyes lakótelepeken, de vannak munkásszálló ugye típusú lakhatások, amiket finanszírozunk ebben a pályázati programban, de vannak panellakások, albérletek, amiket igaz, hogy már drágábbak természetesen a rezsivel együtt, de ezeket fizetjük. Mi a célja? Hát az, hogy ne az utcán éljen az az ember, és
És természetesen a többségtől, aki nem dolgozott már a programba bekerülése előtt is, mert van egy réteg, akik úgy tudtak bekerülni, hogy vállalták, hogy ők megtartják a munkájukat, biztosítjuk a lakhatásukat, és akkor ők egy kicsit egy normálisabb, biztosabb színvonalon tudnak élni, és esetleg nincs veszély, hogy kikerüljenek, vagy visszakerüljenek az utcára, vagy a garázsba, mondjuk ahonnan elindultak, vagy ahonnan eljártak dolgozni. Viszont a többségtől ugye az volt az elvárás, hogy kiemeltük, és ezt jó értelemben mondom természetesen, az utcáról, biztosítjuk az emberi lakhatási feltételeket, de mellette bérletet veszünk, ahogy mondtam, hogy a képzésen képzési támogatást fizetünk, több mint 50 ezer forintot, hogy ő ott van, persze a képzési napokat finanszírozunk, tehát a hiányzást nem, de ebédet biztosítunk a képzési időszakban, a képzési napokon, motivációs utalványt vásárolunk, mobiltelefonos elérhetőséget biztosítunk az embereknek a program ideje alatt. Tehát a cél, hogy eddig az utcán élő emberek megtapasztalják, hogy lehet azért emberibb módon is élni, és jobb esetben a többség, majd a program végén kiderül, hogy szokja meg ezt az életmódot. Tehát, hogy legyen már arra igénye, motivációja, hogy ha lehet, akkor már ő a képzések után, éppen január közepén lesz az utolsó képzésnek a vizsgája, a pargondozó OK és vizsga, hogy menjen el dolgozni, legyen önálló jövedelme, aki erre képes, ugye próbáljuk minden módon segíteni, legyen önálló jövedelme is, és majd a program végén próbálja önmagát fenntartani, megtartani esetleg azt a lakhatást, ami még finanszírozható, amit a jövedelméből fent tud tartani. És ez lenne az igazi, valódi cél, hogy ne kerüljenek vissza, kevesebben kerüljenek vissza, vagy senki, de hát ugye ez nem csak rajtunk múlik, hogy ne az utcai életmódot folytassák, tudom én, 31 hónap után, ahogy véget ért a program, és akkor visszamennek, és akkor nem baj, legalább eddig el voltunk. Tehát a cél, hogy megéreztessük az emberekkel, hogy jó értelme megszokják ezt a normális körülményt, vannak rá esélyek, ugye akik bérlakásban élnek, azért ott alacsony rezsi ugye, költségek vannak, a bérleti díj is relatíve alacsony. Tehát reménykedünk, hogy ebből a 30 emberből a többség azért meg tud maradni, vagy egy olcsóbb lakhatást fent tud tartani a program végeztével. Egy új esélyt jelentett ez tulajdonképpen. Igen, szó szerint. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát sok sikert kívánok az elkövetkező nehéz időszakhoz is nektek a Kríziskezelő Központ életében, vagy a csúcs szezonhoz, nem tudom, hogy hogyan fogalmazhatok. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a kollégák nevében is. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket. A Köztér című műsort láttak itt a Fehérvár Televízióban. Egy hét múlva újra jelentkezünk, viszontlátásra.